komolytalan, hogy így dől el, hogy kirúgja a 11-est, vagy ennyire laza ez a válogatott? Nem, hát mind a ketten szerettük volna rúgni, erős személyiségek vagyunk, valahogy el kellett dönteni. Lehet, hogy máskor nem így fogjuk. Sajnos nem sikerült berúgnom, de a következőnek lehetőség adódik, akkor is oda fogok állni. Lehet ebből tanulni. Egyébként miért történt szerinted, hogy nem ment be? Hát van ilyen. Persze, hogy van ilyen, de hogy előre határoztat, hogy oda rúgod, vagy nézted a kapust, vagy igen, mit csinálnál most másként? Berúgnám. Másik oldalra rúgnám. Nem, hát kell ezen is, vagy ezt is kell fejlesztenem, fogom is a jövőben. Úgyhogy remélem, hogy a következő mérkőzésen, hogyha adódik ilyen lehetőség, az belőle. Odaállsz a 11-es, ez Bulgária ellen is. Természetesen. Nagy, a kőpapírólót is fejleszted. De azt is. Milyen volt a meccs egyébként? Hogy érezted magad a pályán, hogy érezted magad a válogatottban? Válogatottban mindig jó érzés bejönni a fiúkhoz, teljesen családias hangulat van, úgyhogy nagyon kedveljük, szeretjük egymást, jó a hangulat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat is jó, a mai mérkőzésen azért voltak olyan kisebb hibák, amit a következő mérkőzésre ki kell javítanunk, de van 3 napunk erre, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni. Sokat aggódtunk a sérülésed miatt, de nem látszik már semmi? Nem, néha még azért kicsit érzékeny, de szerencsére ugye már maszk nélkül tudok játszani, ami azért jóval megkönnyíti a játékomat. Neked személy szerint mi a legfontosabb tapasztalat ezen a meccsen, amit hétfőn, amivel nyerő ember lehetsz? Hát én nem szeretném így egyére levetíteni, hogyha és a csapatnak nyernék. Mi a tapasztalata? Hát én azt gondolom, hogy ugyanezzel a mentalitással, győzni akarással kell kimenni a pályára. Azokat a taktikai dolgokat, amikben ma nem voltunk annyira jók, azokat ki kell javítani. Miben nem voltunk jók? Hát én azt gondolom, hogy sokszor elcsúsztunk, megbeszéltünk valamit. Ebben most nem annyira szeretnék belemenni, mert azért hosszabb történet, de sokszor nem azt játszottuk, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, de én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat helyre tudjuk rakni az elkövetkező napokba, és jó eredményt tudunk majd a bolgárok ellen. Mi az, ami a legjobban működött ma? Én azt gondolom, hogy most azért jóval több lövőhelyzetet tudtunk kialakítani, és el is vállaltuk őket, ami nagyon fontos, a mester is ezt kéri a játékosoktól, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívum volt. Abba kell talán javulnunk, hogy minél többet eltaláljuk a kaput, nagyobb esélyünk, hogy gólt szerezzünk.